Megvolt az idei szezon első mérkőzése. Kérlek, értékeld röviden, hogy mik a tapasztalatok. Hát az idei szezon első mérkőzése egy kicsit nehezebben sikerült, mint ahogy azt mi elterveztük. Úgy érzem, hogy a szlovákok ellen mi mindig egy kicsit úgy vagyunk vele, hogy ez egy olyan csapat, aki ellen nehezen játszunk. Voltak jó dolgok, voltak dolgok, amiken még dolgoznunk kell, de igazából még csak a szezon elején vagyunk, úgyhogy erre csak építkezni fogunk tudni. Mi volt az talán, ami ma hiányzott a győzelemhez? Én úgy gondolom, hogy az egy-egyeket most a szlovákok nyerték meg leginkább. Kicsit jobban akarták, és a letámadásuk gyorsabb volt. Mi még úgy kerestük a taktikát, és egymást a jégen. Ez a harmadik harmadban azért egyre jobb lett, úgyhogy igazából, hogyha a harmadik harmadat visszük tovább, akkor jó mérkőzéseket fogunk játszani. És akkor holnap már is új nap és új lehetőség, a francia csapat az ellenfél. Mire számítasz? A franciák ellen is mindig egy szoros mérkőzést szoktunk játszani. Ugye utolsónak a VB utolsó meccsén játszottunk velük, és ott is egy nagyon kemény és gyors meccs volt. Úgyhogy ugyanerre számítunk, de mindenképpen a saját taktikánkon és a játékunkon szeretnénk dolgozni, az igazából mindegy, igazából, hogy ki ellen játszunk, az a lényeg, hogy mi a legjobbat játszunk.